Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Karcag Jobbik online televízió adását látják. Mai műsorunk híranyag teljes tartalmát megnézhetik a www.karcagjobbik.tv honlapon és a YouTube Jobbik Karcag csatornáján. Kárpátok Egyesület adományozást szervezett a Mikulás nap alkalmából, melynek keretében súlyosan sérült gyermekeket ajándékoztak meg egy szerény ünnepség keretében. Számos szervezet és magánszemély támogatta a rendezvényt anyagi hozzájárulásával. Milyen munka folyik, és mi a feladata magának az intézménynek? Hát ez az intézmény sérült gyerekek részére van. Úgyhogy itt tartózkodnak a gyerekek 1 éves kortól 18 és 18 fölöttiek is vannak, amelyeket látogatják a szülők, és itt szeretnék hagyni azért, mert áthelyezik más intézetükbe, és az messze van a Budapesttől, és akkor nem tudják látogatni. Úgyhogy nálunk a kontingens tulajdonképpen egy évtől 35-36 éves is van itt. Tehát gyerekek súlyos értelmi fogyatékosok, mozgássérültek, és még több más hozzá szövődő betegségekkel is vannak. A feladat az elsősorban ápolás, mert ezek a gyerekek arra szorulnak, hogy ápolják őket, tehát nem sok gyerek nem ül, nem áll, nem beszél, nem tudja magát ellátni. És az odaadó munka azoknak a gondozónőknek, amelyek itt dolgoznak, többen is dolgoznak, több mint 30 éve, az azt mutatja, hogy nagyon odaadó szívvel gondoskodnak róluk. Na és tulajdonképpen az én feladatom az, hogy a gyerekek ugyanúgy, mint a többi évgyerek is betegek szoktak lenni, és akkor a gyermekgyógyítása tehát. És nyilván tartjuk még azokat a betegségeket is, amelyekkel vannak kint, tehát krónikus betegségek fő epilepszia. Képviselői morzsákban dr. Lukács László és Andrássy András beszámolóját láthatják az elmúlt önkormányzati ülésről. A híranyag teljes videótartalmát az alábbi linken nézhetik meg. Tisztelettel köszöntöm a Karcag Jobbik televízió nézőit. Ismét elérkeztünk egy újabb fordulóponthoz, egy újabb képviselő morzsákat hallhatnak. Terveim szerint itt három dologról szeretnék beszámolni. A mostani testületi ülésen, a nemrég véget ért testületi ülésen három olyan fontosabb témát szeretnék megvilágítani, úgy gondolom számottevő érdeklődés övezhet. Elsőleg, és akkor kezdjük szépen sorjában, hogy a napirendi pontok között is volt, az iparűzési adóval kapcsolatos javaslatot szeretném elmondani. Az iparűzési adóval kapcsolatban az önkormányzatok jogosultak az iparűzési adót beszedni, ami ebben az esetben ugye az adóalap 2%-a. Na most ebből a 2%-ból gyakorlatilag a korábbi rendszer szerint 1%-ot az önkormányzat tartott, meg 1%-ot pedig azoknak az önkormányzat által alapított alapítványoknak, közalapítványoknak, illetve... Képviselőtársam is elmondta, hogy melyek azok a napirendi pontok, ahol nemmel szavaztunk. Fontosnak tartom, hogy ezekbe kötelező volt nemmel szavaznunk, mert ezek mind olyan napi rendi pontok voltak, amelyek vagy szervesen kötődtek az ez évi költségvetéshez, vagy a jövő évi költségvetéshez. Árat kíván emelni a város a vízdíj formájába, a szemétdíj, tehát a hulladék szállítás témájába, az autóbusz közlekedés, a lakásbérletek, ezek különböző mértékben 5 és 30% közötti emelkedéseket tartalmaznak. Minden egyes alkalommal nemmel szavaztunk, és a Kátai Gábor kórház főigazgatójának fizetésének az emelése ügyében. Az főigazgató úr fizetését azon indoklással emelik havi munkabérét 900 000 forintra,
mert hogy megemelték az orvosoknak a fizetését, és hát ugye ez indokolja, hogy hozzáemelkedjen az igazgató, vagy a főigazgató fizetése is, és így úgy döntött az önkormányzat, hogy 900 ezer forint havi munkabért állapít meg a főigazgató úrnak, illetve ezen belül saját gépjármű üzemanyag térítése havi 80 ezer forint, és mobiltelefon használat havi 40 ezer forint. Nos, a 900 ezer forintot is sokallom akkor, amikor a kórház ilyen szinten van eladósodva, hogy miért, arra ne is, most tényleg ne térjünk ki, nincs ennek igazándiból, vagy nem ez a helye, el van adósodva, kész, ennyi. Akkor én úgy gondolom, hogy egy eladósodott intézménynél nem biztos, hogy az a leghelyesebb, ha a főigazgató fizetését 900 ezer forintra emelj. Hát ugye ez volt az ez évi utolsó testületi ülés, így képviselői morzsák már az idén nem lesz több, és én is szeretnék nagyon sok boldog karácsonyt, boldog új évet és jó pihenést kívánni önöknek, és reméljük, hogy a következő év, ha nagyon-nagyon nehéz is lesz, de a családok valahogy átvészelik és túlélik. Amit mi megtehetünk, azt ígérem, a Jobbik meg fogja tenni. Mindent megtesz azért, hogy Karcag lakosainak a következő év az elviselhető legyen. Még egyszer boldog, kellemes, békés ünnepeket kívánok minden nézőnknek. Köszönöm szépen. Adományokat vitt a Szolnok megyei Jobbik erdélyi nehézsorsú gyermekeknek. Szeretettel köszöntöm a Karcag Jobbik televízió nézőit. Beszélgető partnerem Lengyel János Erdélyben járt, aki adományokat vitt a nehézsorsú gyermekeknek. Szeretném megkérdezni, hogy milyen szervezet nevében kerültél ki, hogy fogadtak benneteket, illetve merre jártatok? Szeretettel köszöntöm a Karcag Jobbik nézőit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. A Szolnok megyei Jobbik szervezésébe jutottam ki Erdélybe. Ez már nagyon régen szervezés alatt volt, hogy szeretnének egy ilyen missziót véghez vinni. Néhány nehézsorsú gyermeket szeretnénk ajándékokkal ellátni. Tehát december 7-én érkeztünk Szolnok megyei küldöttségünk Sós Antal, én és párom Stankó Henrik Unszemmáton képviseletébe, Sós Antalné Molnár Erzsébet és Borbé Sándor Tiszaföldvár képviseletében képviselték ezt a missziót, hatan mentünk ki Erdélybe. A segélycsomagot felvettük, karcagi, szolnoki, mezőtúri, földvári, kunszemmártoni adományokat vettünk fel, kis busznyi segéllyel megrakotva érkeztünk meg december 7-én a Maros megyei hármas faluban, ahol kis Dénes, református lelkipásztor és felesége várt bennünket. Ide magyar nyelvű mesekönyveket, ifjúsági könyveket hoztunk, hogy bővítsük a gyerekek lehetőségeit a magyar nyelv olvasásában. Onnan Nyárszeredára mentünk egy kis busznyi ruhával, cipővel, játékkal, ahol nagyon örültek nekünk. Egy családi házban nevelt 8 kis srác várt minket, és nagy nyitott szemekkel várták, hogy mit hoztunk nekik. Kevésből kell nekik ott megélni, mert például olyan, hogy munkafüzetre nincsen nekik pénzük. Az idén nem kaptak cipőt, nagyon örültek a mi cipőinknek, mert legalább a telet átudták. A Jobbik Karcagi Alapszervezete évzáró gyűlést tartott a szokásostól eltérő helyen és módon. A gyűlésen meghívottként jelen volt Murányi Levente, a Jobbik országgyűlési képviselője. 17-14%-ra közelítettük meg a Fidesz. Tehát a Fidesz a legerősebb pártot, ami azt jelenti, hogy a... Valamint Mohácsi László református lelkész. Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Nagy János, a karcagi Jobbik alelnöke beszámolt a parlamentben végzett gyakornoki munkájáról. Két hónapot töltöttem ugye a parlamentben, Zékárpár Dániel mellett gyakornokként, és tegnap volt ennek az alapprogramnak a lezárása. Vona Gábor tartott nekünk egy ilyen értékelő megbeszélést. Ő nagyon örült, hogy ilyen jó csapat gyűjt össze, közel 40 gyakornok vett részt ebben a programban, és tényleg nagyon sok. Az IRNA iráni hírügynökség jelentése arról számolt be, hogy a teheráni vezetés elutasította az amerikai kérést, melyben a földre kényszerített drón visszaadását követeli. A drón súlyosan megsértette az iszlám köztársaság légterét, és a földre kényszerítése az iráni légvédelem hatalmas bravúrja volt. Kedves nézőink! Önök a Karcag Jobbik online televízió adását látták. Az elmúlt adásainkat és külön kiadásainkat megnézhetik az alábbi címen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra! Adjon az Isten szebb jövőt mindenkinek!